Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Én nemrég értem az a munkából szokás szerint, épp hogy csak megzonyoztam magam és megborotfálkoztam, egy picit piros az arcom. És ma nem más fogunk csinálni, mint szeretnék nektek kettő dolgot bemutatni, megmutatni. Egy dolgot bemutatni, meg egyet megmutatni. A legelső dolog, amit meg szeretnék nektek mutatni, bemutatni, az egy átverés. A múltkor a Nukeszt sikerült átfernem, és ezt a videót szeretném megmutatni, néha így szoktam átferni a családot, néha a Lukasz, néha a feleségemet, és ezt le is videóztam. Aztán nem más szeretnék nektek később megmutatni, mint a buszmegállót itt mi nálunk Ausztráliába, ugyanis ez az egy dolog, amit az életben nem mutattam meg nektek, úgyhogy gondoltam, hogy a Lukasz busszal jár ugye haza, elmegyek ki a buszmegállóba, felveszem, és megmutatom nektek, hogy hogy néz ki egy buszmegállóban. A buszmegálló szerintem ugyanolyan, mint nálatok, de hát egy kicsit másabb. Piros az arcom. Ez nem is az arcom, a nyakam, látod? Na minden. Mutatom előbb az átverést, még mielőtt elindulok és ide busz megállóba. Mutatom, hogy mi a lényege, vagy mi volt a lényeg. Ezt az átverést én régebben láttam a YouTube-on. Hogyha jól emlékszem, hogy kell csinálni, mutatom, kell hozzá nem más, mint egy pénzérme. Látod? Na már bemegyek ide át a szobába, és ott van a Davis, aki még minden kicsit beteg, és nem más néz, mint ezt a Hotel Transylvaniát. Ugye? Yeah. Hogy vagy? Jobban vagy? Ja? Yeah? Oké. Okay. A harmadik részét nézi. Még mindig lázas egy kicsit. Most már talán kezd jobban lenni, de a láz egyszerűen nem akar. Lejjel megy, meg felmegy. Lemegy, meg felmegy. Na ide jöttem vissza a Lukasz szobájába, túl zajos egy kicsit ott minden. Tehát az átverés ez úgy működött, hogy kellett hozzá egy pénzérme, ez egy 20 centes. Látod, egy ilyen ausztrál 20 centes, és tehát egy perc alatt hányszor tudod leverni a felről? Tehát fogod a pénzérmét, ide ráteszed, ahogy látod, így ops, feltapad, és így hátul meg kell ütni a fejedet, és hányszor tud látod, nem tud leesni. Ugyanis úgy rátapod, nem tud leesni. Tehát az egészben a lényeg az volt, hogy a Lukasz mérte az időt, én kezdtem, Lukasz mérte az időt, hogy egy perc alatt hányszor tudtam leverni így a fejemről. Nekem sikerült kétszer vagy háromszor, és utána Lukasz csinálta ezt az egészet, tehát fogtam ezt a 20 centes, rányomtam a Lukasznek a fejére, persze nem nyomtam rá, mert ugye nem volt rajta, és utána Lukasz elkezdte ütegetni a fejét, és nem akar semmineki leesni. Na mindegy, ilyen buta átverés, de múltkor valahol láttam, lehet, hogy nem is így működik az átverés, de én itt találtam ki, legalábbis így mutattam meg neki, és a Lukasz csak ütögette a fejét, és semmi nem akart leesni, és persze utána rájött, hogy nincsen semmi a fejem. Na mindegy, úgyhogy ha gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, hogy ti szoktatok ilyen átveréseket csinálni, vagy nem, vagy csak én vagyok ezzel így, hogy átverem a családot. Néha le is filmezem, néha nem filmezem le, ezt lefilmeztem. Úgyhogy, na mindegy, még akármit is csináljuk, mutatom nektek a videót, hogy mi történt. Stop. One. Okay. Look. That's what you have to do. Okay. Three. No. I mean two. No, you fell on the ground. That doesn't mean... matter. I put it on. Come here. You see in there? I legit can't. No, put it back. Okay. Gonna stick it. Okay. Tell me when. Okay. And okay. So can I just do like a practice before we act? No. Okay. Ready? I want to see if I can do this. You can do it. Ready? Just put your head and up. We don't want to try to pick your back. What did you do? It's not even funny. Közben kijöttem, visszahúzom ezt a 20 centeset, lerakom ide a helyére. Még mindig van egy ilyen 15-20 perc, mielőtt elindulunk. Viszem magam ezt a szemeget, ezt a videó szemeget, és ezzel próbálok filmezni, hogyha megyek mindenfelé, többet lehessen látni. Remélem, hogy fel van töltve. És hogy már régóta nem használtam, de na mindjárt. Gondoltam, megmutatom nektek ezt a busz megállót. Én ugye nem szoktam buszozni. A Lukasz az buszozik, a feleségem is buszozik, a Davis is buszozik. Én meg autózok, ugyanis azzal járok ugye munkába. Hol voltál? Nyuszi! Oh! Még mindig ezt nézzük. What are you doing? Swimming. Hol?
Vagy a tengelyalkáról, hogy micsoda az, úszik. Mindegy, gondoljátok ide, írjátok meg, hogy legközelebb hogyan verjem át a Lucas vagy a feleségemet, a Davis nem mert még pici, ugye. Ugyanis mindig nekem van ilyen ötletem, általában nem szoktam ugye őket lefilmezni, nem tudom miért ezt fomjoknál fogva lefilmezte, ez körülbelül két vagy három, nagyjából 4 héttel ezelőtt készült ez az átverés. Aztán lassan elindulok, ugye az idő rettentő jó, majd mindjárt megmutatom, olyan 29-32 fok van talánként. Nagyon ilyen meleg, izzadós idő van, húzom a cipőmet, hogyha megtalálom, valahol itt van, aztán megyünk a busz megállóba. Na, viszem a kamerát, úgyhogy induljunk! Lerövidítjük az utat erre. Körülbelül ilyen 5 perc gyaloglás a busz megálló, 5-7. Nincs olyan túl messze mi tőlünk. És ott a busz megálló szembe. Ha jól mondtam, nem volt túl messze. Ilyen pár perc, lehet, hogy 5 perc sem volt, attól függ, milyen gyorsan gyalogolsz, ugye. Szervusz! Mi a helyzet? Eljöttem meg lefilmezni a busz megállót. Mi? Busz megállót eljöttem lefilmezni. Így néz ki a busz megálló. Úgy, mint a másik, ott szemben. De szerintem ugyanolyan, mint mindenhol máshol, nem? Mint Magyarországon. Úgyhogy elmegyünk most hazafele. Milyen volt az iskola? Jó. Valami érdekes történt? Nem. Semmi? És milyen buszozni? Jó. Jó? Én nem szeretek buszozni. Te szeretsz buszozni? Hát, ha muszáj. Hm? Ja. Úgyhogy most erre megyünk hazafele. Amúgy mióta buszozol? Most már több mint mennyi? 2 hónap? 3 hónapja, nem? Ja, elég régóta. Reggel azzal megy, és a délután eljövünk és felveszünk. Legalábbis valaki álljon a lükösszér és felveszi. Hogy ne unatkozzon hazafele. Abba az 5 percbe még hazaérünk. Ez a mi utcánk. Mindjárt otthon vagyunk. Nem olyan túl forgalmas, egy-két autó elmegy itt ott. De nem olyan túl sok, nem, Lucas? Nézd, hogy a gyerekek is mennek hazafele. Na, megérkeztünk! Na, szervusz még egyszer. A busz, ez nem tudom, hogy miért, de egy kicsit korábban jött be. Azt mondta a Lucas reggel meg késett? Késett. Mert össze-vissza jár a busz. Ahogy megmutattam, tudom, hogy mutattam meg? Az az átverős, fejbeverős videót. Te, én nem is tudom, te is láttad a YouTube-on amúgy? Ja! Én nem tudom, hogy pontosan hogy működik, de aztán úgy működött, hogy csinálta, hogy felrakod a pénzt és üzegetre a fejedet. Te tudod csinálni vízbe, te teszed a víz valaki fején, teszed ott, csinálja megint, de amikor teszed a víz rá megint. Nem. A vizet be kell kenni vízzel? Ja, kell tenni a pénzre. Ja, a pénz a kezedre, a vízbe, teszed rá és csinálja. És utána? Megint teszed rá a vizet megint, de mostan nem a pénzre. Na miért? Én valamit láttam, hogy mondtam, de én vizet nem raktam rá, mert ilyen izzadós idő volt, amíg is rágott a fejünkre. Csak a Lucasére annyira rágott, hogy nem tudta levenni. Na minden, úgyhogy most opá, eszünk, és el kell menni a boltba, ugyanis nem voltunk már egy jó pár napja, ugyanis a Davis nem akart nagyon vinni magunkat sehol se. Ugye mivel lázas volt, úgyhogy ma oda fogunk elmenni, de után de benézünk a szüleimhez is, ha meglátjuk. Mit? Mit nézünk? Semmit. Semmit nézünk? Még mindig a hotelt nézzük? Mm. Uh-huh. Ez a harmadik rész. Ez a harmadik rész. Tudom! Ott mondja, a harmadik nagyon jó volt. A harmadik nagyon jó volt, nem ja, tudom. Na mindjárt, ami mindenkinek meg szeretném köszönni, aki megírta, hogy Apple óra, Casio vagy G-Shockot vásároljak. És mit mondtak? A legtöbben azt mondták, hogy Apple óra. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy valószínűleg az Apple órát fogom megvásárolni, és hogyha mégsem tetszik... Ja, neked. És hogyha mégsem tetszik, akkor el tudom adni. És az Apple-t nagyon gyorsan el lehet adni. Az Apple-t, a GoPro-t, másnap általában mindig el szoktam adni, hogyha úgy pont el akarok adni. Ugye GoPro-t is múltkor eladtam egy napon belül. És hogyha veszek egy Casio órát, azt nehéz eladni. A Seiko-t is nehéz eladni. Én is azt hiszem, hogy mostában sok ember nem vásárol már órát annyira, én nem tudom. De az Apple dolgokat, meg ilyen GoPro, ahogy mondtam, ilyen, nagyon könnyű eladni. Úgyhogy ha nem tetszik, akkor max eladom és veszek egy Casio, de legalább ugye kipróbáltam. A Samsungot azt tudom, hogy nehéz eladni. Én nem tudom, hogy miért. Az Apple-t az nagyon könnyű, a Samsungot az nagyon nehéz, de a GoPro-t is nagyon könnyű. Na minden, meg a hajót is. Persze attól függ, hogy mennyire árulod. És ha túl sokért árulod, akkor ugye nem olyan könnyű. Na várjál, ezt még csak hozok magamnak valamit inni. Aztán
valószínűleg megyünk a boltba. Ebédeltünk, úgyhogy most nem más, mint elindulunk, de... Mi? Yeah, téged, azt mondja, engem, téged, neked téged kell filmezni. Az, hogy hogyan ugrálsz az ágyon. Nagyon jó, te ráugrasz az iPad-re. A távirányítóra. Oda letesszük. Na, mi a helyzet? És... Ami nem tudom, hogy fogunk filmezni ma, most miért futunk utána? Nem tudom, hogy fogunk ma filmezni, mert a Lucas valami oknál fogva úgy döntött, lehet, hogy azért, mert én is ugye most nem az, hogy folyamatosan, mert minden nap van videó, de sűrűbben van videó, és úgy döntött, hogy ő is akar vlogos videókat készíteni mostantól. Visszajön a magyar csatorna! Egy a magyar csatornáján, ugyanis ugye van neki sok YouTube csatornája, van neki magyar csatornája, és mostantól magyar vlogos videókat akar ő is elkezdeni készíteni. Ezt ma akarja megtenni, legalábbis elkezdeni filmezni, videózni, de... Na minden. Úgyhogy én is filmezek, ő is videózik, de csak egy kameránk van, és a GoPro-t eladtam, a másik kamerák nem működnek, és egyetlen egy kameránk van, ami működik, meg max a telefonom. Úgyhogy, ja meg a szemüveges kamera. Ott, mit csináltok? Gyönyörű. Na milyen? Úgyhogy átadom a kamerát a Lucasnek, és valaki majd folytatja tovább a szemüveggel maximum. És megérkeztünk, csak azt nem tudom, hogy hova álljunk. Valószínűleg arra felére. Szeretek oda az oszlop mellé állni, ugyanis ott egy kicsit nagyobb a hely. És senki nem nyitja rám az ajtót. Nem beférünk. És megértünk között. A Davis-t elvittük a szüleimhez. Addig ott maradt. 37-2 volt neki a láz a képzelőleg korábban megint. És kapott egy kis lázcsillapítót, azért nem jött most el velünk. Lukasz, te is megvagy? Menjünk a könyvesból, megint valami könyvet kell nézni. Milyen könyvet kell nézni megint? A harmadik könyv egy sorozatban. Gyönyörű. Múltkor is könyvet néztünk, mindig megyünk a könyvet. Mindig könyvet kell nézni. Könyvet, DVD, figurákhoz. Ja, könyvet, DVD, figurákhoz. Látod, nézd, ilyen napelenzőm van az ablak, be szoktam felrakni, de megállok a napon, hogy negyen meg a nap a kormányomat, meg itt az elejét az autónak. Nagyon remélem, hogy... Mit remélsz? Nagyon remélem, hogy talán... Mind a nem normális, csak úgy megyünk a boltba mindenfelé, mert ő is filmezik, én is filmezik, de senki nem érte, hogy miről beszélünk, mert magyarul beszélünk. Exclusive look! Csak ne rángasd a fejedet, mert azzal a kamerával, ha rángatod a fejedet, semmit nem lehet majd látni. És mi kell még inni a boltba? Ugyanis vásárolunk még mindig. Mit csinálsz, Lucas? Én nem tudom. Mit csinálsz? Nem furcsa, hogy nincs itt a Davis? Nem. Azért jó ilyenkor jönni boltba, tudod, hogy miért? Mert nincs annyi ember, azért jó ilyenkor jönni. Ilyenkor nincs hétvége, délután van, és nincs az a nagy tömeg. Aztán, hogy lassan végzünk. Nem sok DVD-t raktak ide. Na, ha nincs olyan sok DVD, kezdik őket beszüntetni, én azt hiszem. És már senki nem nagyon vesz DVD-be. Mondja, ja, te, néha. De az átlag ember most már nem vesz annyit, mint régen, mondjuk ez lett 10 éve. Szabad nézzük. Itt vagyunk a jégkrémesnél. Mit oké és mit kész? Az nem jó. Lucas valamit keres, valami jégkrémet. Mit keres a? Az Oreos jégkrémet. Nincs. Lehet, hogy elrakták valahol máshol. Nem, elrakták. Nem. Na mindegy, menjünk keresni meg a mondat. Mit? Az nem jégkrém, nem látod? Az ilyen minimális valami, nem tudom micsoda. Meg kell sütni, és ilyen csirkés... Nem tudom. Na menjünk. Megpróbáljuk ezt a jégkrémet. Ilyen mindenféle fajta gyümölcs van benne. Hoppá, hogyha beledobjuk ide a kocsiba. Még valami? Nézd, elment mellőlünk az autó. Reméljük, hogy nem puszta meg az oldalunkat. Bár viszont megpuszta, mert messze vártam egy kicsit. Fogjuk a kocsit, hogy neki menjen az autónak. Várj, hol a kocs? Közben nyilván kell a kamera? Közben lemerült a szemüvegem, képzeld a szemüveges kamera. Tessék, várjál, megállítjuk az én videómat, aztán te folytatod tovább. Lehet, hogy kell vennünk egy másik kamerát. Haza érkeztünk, képzeld el, közben lement a napot, kint sötét van, a Davis már meg is fürdött, ugye Nyuszi? Nem másra vár, mint a
vacsorára, nem sokára elvacsorázni fogunk. Aztán képzeld el, nézem ezt a szemüveget, ezt a videós szemüveget, és valami oknál fogva nem akar bekapcsolni. Most próbálom tölteni, nem tudom, hogy mi lehet a baja, ahogy mondtam, már régen nem filmeztem vele, úgyhogy ha a Lucasnek a videója nem megy fel, akkor valószínűleg ide kell neki menni, mert ezzel a kamerával, a szemüvegessel filmezte a legtöbb részt, és hogyha nem működik, akkor nem tudom ugye, amit filmezett, nem tudom rárakni a számítógépre, és nem tudja megszerkeszteni. Na mindegy, reméljük, hogy működni fog, egyelőre bedugtam a számítógépbe, tölt, legalábbis azt hiszem nem mutat semmit se. Remélem, hogy működni fog, és nem veszett el minden felvétele. De viszont kezd talán jobban lenni, nem volt neki most láza. Mit nézel? Sír a kisgyerek. Nem volt neki most láza. Talán nem is lesz neki. Hoppá, rájöttem a táblányítóra arra. Úgyhogy talán jobban lesz most már. A Lucas az bent van a zuhanyzóban, úgyhogy próbálom őt nem mutatni. És vettem egyet ide hátul, itt hátul jobb a fény, én azt hiszem. Na ugye, ezt a mai videót én itt most lassan befejezem, és semmi érdekeset nem fogunk csinálni, kivéve meg fogunk vacsorázni, aztán elmegyünk aludni, holnap meg egy új nap van. Úgyhogy, mára ennyit mindenkinek, további szép napot, jó reggelt, jó estét szeretnék, mennyi attól fogja, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!